Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Újra a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető Nyíregyházán volt vendége egy befektetés ösztönzési konferenciának. Szijjártó Péter az eseményen elmondta, csak az elmúlt három évben 192 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásról döntött a kormány a vármegyeszékhely ipari parki fejlesztéseihez. Szó volt arról is, hogy a 2014-től működő beruházás ösztönzési rendszernek köszönhetően összesen 1000 milliárd forint értékű beruházás érkezett a városba, melyek 8300 új munkahelyet teremtettek. Mutatjuk a konferencián elhangzottakat. Az elmúlt 10 év legfontosabb gazdasági, infrastruktúrális és oktatási fejlesztéseit összegezte Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere a befektetés ösztönzési konferencián Sóstón. A rendezvényen a multinacionális vállalatok, kis- és középvállalkozások, valamint olyan szervezetek képviselői vettek részt, amelyek a város gazdasági fejlődéséhez hozzájárulnak. Az elmúlt 2-3 évben a betelt 130 hektáros ipari park mellé vettünk 640 hektárt, de közben több mint 200-at el is adtunk. Közben elindult az infrastruktúrás előkészítés, tehát nem csak a régészeti feltárás, lőszermentesítés, telemedikai vizsgálat, ugye amit angol nyelven is produkálni kell egy befektetőnek, hanem elindult ez év januárjában az egész ipari park tervezése, nyilvánvalóan most már nem a 130 hektára, hanem a plusz 640-re, és egyébként a mellette lévő potenciális területeket is figyelembe véve. És megjelentek a befektetők, a nagy befektető. Ugye három nagy beruházás indult el, van valami a stádiumban, a WScope a legelőre haladottabb. Ezt láthatjuk ugye az ipari park túloldalán, az innenső oldalán pedig a német Boyszent, egy BMW beszállító, és ugye a Szambodával is megtörtént a megállapodás. Ez a fekvését is jelzi az ipari parknak, meg a szemléletét. Tehát ugye egy olyan egyedi adottságú területünk van, ahová egyébként nem csak a külföldi nagy új befektetőket várjuk, hanem a hazai cégeket is, és azt reméljük a beruházási tervünkben szerepel, hogy helyi kis középvállalkozásoknak is biztosítunk majd egy területet, mert azt szeretnénk, hogy a helyi cégek a különböző szolgáltatási beszállítói vonalokon profitáljanak ebből a nagy fejlesztési bombból, amit talán már mondhatok így, ami Nyíregyházán elindult. És ez a közlekedési, logisztikai adottság, ez kiváló is, ugye az autópályát, szoktam mondani, az ipari parkunk belső útjává is tettük egy kicsit, mert hogy mind a két oldalon vannak beruházók, és ezzel ugye megépült Nyíregyháza körgyűrűjének a több mint kétharmad része, 43,5 kilométer, aminek az első nagy állomása, miniszter úr emlékszik, a LEGO gyárának az átadása volt 2014-ben, ezt tovább vittük, és folyik a tervezés annak, amíg hiányzó 17-18 kilométeres szakasznak, ami ugye az itteniek tudják, Nyírszőlőstől Nyírtúráig szárja majd be. De a belső körgyűrünket pedig gyakorlatilag már bezárjuk évvégén, mert a nagy körút, amit 1982-ben hagytak abba, és azóta ígérgettek választási években, kampányokban nagyon nagy intenzitással, közben semmi nem történt, az 40 év után, 2022-ben megkezdődött a kiépítés, és ugye a következő első negyed évben be is fejeződik, de várhatóan már karácsony előtt a forgalomba helyezés megtörténhet. Szabó Tünde országgyűlési képviselő azt mondta, az elmúlt évek gazdasági fejlesztései egy versenyképes, modern, fejlődő várossá tették Nyíregyházát. Mindannyian nagyon jól érzékelhetjük, hogy a nehézségek ellenére is Nyíregyháza alkalmazkodott az új innovatív gazdasági kihívásokhoz, és időről időre lépett és felkészült a befektetés ösztönzésekre.
Ennek jegyében 2019. novemberében elfogadásra került a befektetés ösztönző stratégia, majd 21-ben jött létre 5 milliárdos alaptőkével a Nyíregyházi Városi Tőkealap, majd Nyíregyházi Iparfejlesztési Alap, az első lépés megvolt, és ezt követően, ugye, ahogy polgármester úrtól is hallottuk, elindult az ipari park fejlődése és bővítése. Azon túl, hogy a város fejlődése a magyar vállalkozók számára is igen vonzó helyszín, az elmúlt időszakban jelentős nemzetközi vállalatok is hozzánk telepítették a termelésüket, mindez pedig bővítette a hosszú távú üzleti lehetőségeket. Nagy léptékű, dinamikus növekedés mutatkozik a városban. Megújultak a közintézményeink, a közterületeink, az iskolák, óvodák, bölcsődék, valamint Nyíregyházát 10 éve jellemzik az útfelújítások és közútfejlesztések. Ugye a befektetés ösztönzésnek egyik elsődleges kulcsa, hogy a nyíregyháziak a saját városukba találják meg a megfelelő munkahelyeket, ezért rendkívül fontos, hogy fenntartsuk az ide érkező beruházások ütemét és a közös sikerek megvalósítását. Továbbra is kiemelkedő célkitűzéseink között szerepel a gazdaság élénkítése, a meglévő munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása, és a fiatal szakemberek itthontartása. Nyíregyházán a képzett munkaerő megteremtéséhez kiváló helyzetben vagyunk, hiszen városunkban szakmát és diplomát is lehet egyaránt szerezni, a bővülő feltételek tehát adottak. Nagyon fontos célunk, hogy segítsük a lehetőségek gyarapítását, ezért a továbbiakban is prioritást fog élvezni és maradni a munkahely megtartása, ennek folytatása, és hogy a fiataljaink színvonalas fejlesztésekkel itthon tudjanak maradni, vagy haza tudjuk őket hívni. Ahogy eddig, ugye a jövőben is folyamatosan keresnünk kell azokat az együttműködéseket, amelyek a jövő építkezését fogják tudni hozni. Fontos, hogy további előremutató megoldásokat találjunk, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy Nyíregyháza továbbra is a fejlődés útján tudjon haladni. A konferencián részt vett Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, aki hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává váljon. Az elmúlt másfél évtizedben gyakorlatilag egy válságszériában voltunk. Emlékezzenek rá, kezdődött az egész az amerikai pénzügyi válsággal, amely átcsapott a reálgazdaságba. Aztán itt Európában megtanultuk, hogy mit jelent az illegális bevándorlás. Aztán, amikor azt hittük, hogy már ezen is túl vagyunk, akkor jött a világjárvány, az teljes mértékben fölrúgta a világgazdasági státuszkvót. Amikor megint azt hittük, hogy most már rosszabb nem jöhet, akkor meg a szomszédunkban kitört a háború, amely megint a feje tetejére állította a világgazdaságot. Azt hiszem, hogy ez néhány érettségítételnyi történelem itt, és csak az elmúlt 15 esztendőről beszélünk. Most az biztos, hogy ezek a változások, főleg amikor egy-egy új világrend alakul ki, a világgazdaság és a világpolitika szereplőit győztesekre, vagy nyertesekre és vesztesekre osztják. És hogy ki melyik kategóriába kerül, ki kerül a nyertesek, vagy ki kerül a vesztesek közé, az két dolgon múlik. Egyrészt, hogy milyen állapotban, milyen formában van, amikor jönnek ezek a változások, és hogy milyen módon tud reagálni ezekre a változásokra. Nos, mi itt Európában egyelőre a dolgoknak nem a jó végén vagyunk, tekintettel arra, hogy Európa pont egy kifejezetten rossz formáját éli meg akkor, amikor a világgazdaság teljes mértékben átalakul. Elég csak arra gondolni, hogy az elmúlt másfél esztendőben Európa képtelen volt akár egyetlen egy lépést is tenni abba az irányba, hogy a kontinensen eluralkodott háborús konfliktust, azt a béke irányába nyomjuk. Ráadásul az európai versenyképesség az elmúlt évtizedek összehasonlításában most van a legrosszabb állapotában. És ez azért van így, mert amikor Európában gazdasági típusú döntések születnek, akkor azt nagyrészt úgy hozzák a politikusok, hogy nem gazdasági, hanem politikai, ideológiai alapú megközelítést alkalmaznak. Így kerülhetett sor arra, hogy immár 11 szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió,
amelyel gyakorlatilag először lábfejen, aztán térden, most pedig lassan már tüdön lövi az európai gazdaságot. Miközben az óceán túlpartján, ahol a háború rezsijét sokkal kevésbé kell megfizetni, ha egyáltalán, olyan gazdasági intézkedések születtek, amelyek teljes mértékben szégyentelen módon helyezik előtérbe és előnybe az amerikai vállalatokat az európaiakkal szemben. Ez a bizonyos infláció csökkentési törvény az Egyesült Államokban nem másról szól, mint hogyan adjanak versenyelőnyt az amerikai vállalatoknak az európaiakhoz képest. És nagyon nehéz elképzelnem, megmondom őszintén, hogy önök vállalatvezetők hogyan tudnak versenyképes stratégiákat felrajzolni egy olyan környezetben, ahol 7-szer annyit kell fizetni a földgázért, mint Amerikában, és 3-szor annyit kell fizetni az elektromos áramért, mint Kínában. És most az európai piacról beszéltem természetesen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az idei esztendő az első olyan év, aminek már úgy vágtunk neki, hogy Kínának nagyobb volt a részesedése a világ GDP-jéből, mint Európának. 2010-ben Európa 22,9-re vezetett, tehát 2010-ben az Európai Unió részesedése 22% volt a világ GDP-jéből, Kína részesedése 9. Tavaly Kína részesedése 18% volt, Európai Uniója 17, az első év tehát, hogy a kínaiak átvették tőlünk a második helyet. És ezzel párhuzamosan jön egy hosszú távon mérhető, a hosszú távi horizonton is elhúzódó veszély, amit azt hiszem, hogy azzal a szóval lehet legjobban összefoglalni, hogy blokkosodás. Ugye mi itt Közép-Európában pontosan tudjuk, hogy amikor a világot blokkokra szervezték, az nekünk nagyon rossz volt. Pontosan tudjuk, hogy a kelet-nyugat konfliktusokból mi soha nem jövünk ki jól. Pontosan tudjuk, hogy a kelet-nyugat konfliktusok mekkora károkat okoztak Magyarországnak, a magyar nemzetnek. És ezért mi nem akarjuk azt, hogy a világ újra blokkosodjon, mi az összeköttetések, a konnektivitás időszakát szeretnénk látni magunk előtt. Mert hogy mire is épült az európai versenyképesség az elmúlt évtizedekben? Emlékezzünk rá, még stratégiák születtek arra nézvést, hogy Lisszabontól Vlagyivosztokig itt egy egységes gazdasági kereskedelmi övezet lesz. Arra épült az európai gazdasági növekedés, hogy a fejlett nyugati technológiák és a könnyen, olcsón elérhető orosz nyersanyagok kombinációja az mindig növekedést fog biztosítani. Ugye olcsó kőolaj, olcsó földgáz Oroszországból, nyugat-európai technológia, európai növekedés, biztos második hely a világgazdaságból történő részesedésben. Ez most már a múlté. Az európai-orosz együttműködés, gazdasági együttműködés szálait módszeresen egyesével vagdosták el az elmúlt másfél esztendőben, anélkül, hogy bárki föltette volna a kérdést, vagy ha föl is tette, kereste volna a választ, hogy de mi lesz helyette? Tehát egy sok évtizedes növekedési modell alapjainak a megszüntetése az lehetetlen úgy, hogy közben más ne legyen. Ne legyen helyette semmi. Most ehhez képest itt van az újabb őrület, amelynek a német külügyminiszter állt az élére, ami arról szól, hogy hogyan szigeteljük el egymástól, hogyan izoláljuk a kínai és az európai gazdaságot. Ezt ugye angolul decouplingként szokták emlegetni, néha de-riskingre szelidítik, de a lényeg az, hogy Nyugat-Európában van egy nagyon erőteljes törekvés arra, hogy legyen egy izoláció a kínai és az európai gazdaság között. Na most ez lenne a halálos ítélet az európai gazdaságnak, és ez nem egy politikai állítás, hanem egyszerű matematika. Az Európai Unió tagországai és Kína között tavaly 857 milliárd eurónyi kereskedelmi forgalom zajlott le, 857 milliárd euró. Most elképzelhetjük, hogy ha ez holnaptól nulla, vagy a közeli, akkor mi lesz az európai gazdasága. Én azt gondolom, hogy az egy rendkívül veszélyes megközelítés, hogy a világ leggyorsabban fejlődő gazdaságával ne együttműködjünk, hanem elszigeteljük magunkat. Ez az igazi kockázat. És mi magyarok ezzel egy teljes mértékben ellentétes megközelítést alkalmazunk. Mi azt gondoljuk, hogy ha a világ leggyorsabban növekedő gazdaságával nem működünk együtt, akkor elképesztően sok esélyt, lehetőséget szalasztunk el a növekedésre. Ezért ugye nekünk itt az elmúlt években az volt a gazdaság stratégiai célkitűzésünk,
hogy Magyarország a kelet és a nyugat gazdaságainak, a kelet és a nyugat beruházásainak találkozási pontja legyen. És ez a stratégia jelentheti a garanciát arra, hogy Magyarország hosszú távon növekedési pályán tud maradni, és ez jelenti a garanciát arra, hogy az új európai gazdasági korszak fölépítésében mi nélkülözhetetlenek leszünk. Mert nézzék meg, hogy mi történt az európai gazdaság tartóoszlopával, ami az autóipar. Politikai döntések születtek arról, hogy 2035-től már csak elektromos autókat lehet értékesíteni. Az, hogy ezt milyen konzultációk előzték meg, beszélte bárki a szakma képviselőivel, bárki ezt racionálisan átgondolta volna, erről nincsenek híreink, de a lényeg az, hogy 2035-től csak elektromos autókat lehet piacra dobni. Ezért az európai gazdaság tartóoszlopát jelentő autóipar szereplőinek euró 10, de lehet, hogy 100 milliárdokat kellett beletenni olyan fejlesztési programokba, amelyek nyomán reálissá vált, hogy versenyképes elektromos autókat tudnak gyártani. Egy dologról valaki elfeledkezett. Az elektromos autók elektromos akkumulátorokkal mennek. Anélkül maximum egy ilyen modern lovaskocsi lehet a történet, két lót elé kötni, elhúzzák, de ez valószínűleg nem a 21. század második felének fejlesztési elképzelése. Igen ám, de az elektromos akkumulátorok gyártási kapacitásai azok keleten épültek ki. A világ első 10 elektromos akkumulátorgyártó vállalat, akik mondjuk a világpiac 99%-át birtokolják mindösszesen, mind keleti. 6 kínai, köztük a legnagyobbak, 3 koreai és 1 japán. Ez ma a helyzet. Sikerült elérni azt, hogy az európai gazdaság legfontosabb iparága, amin áll vagy bukik az európai gazdasági teljesítmény, az teljes mértékben ki van szolgáltatva a keleti beszállításnak. Pont. Tehát ezt sikerült elérni, ez nem politikai gusztus vagy megközelítés kérdése, hanem ez egy kőkemény fizikai, üzleti, gazdasági tény. Na most ezek után arról beszélni, hogy akkor választjuk el egymástól a keleti meg a nyugati gazdaságot, az a totális kiütése az európai gazdaságnak. Ezzel szemben a mi stratégiánk, amely ugye arra irányult, hogy legyünk a keleti és a nyugati vállalatok találkozási pontja, az sikeres lett. Elég csak itt végignézni a termen. De mi kellett ahhoz, hogy ez sikeres legyen? Ugye nyilván kellett ehhez a Európa legalacsonyabb társasági adója, ami egyedül egy számjegyű Európában, kellett az egykulcsos személyjövedelemadó, kellett a rugalmas munkajogi szabályozás, kellett a felsőoktatás jelentős átszervezése, kellett a német típusú duális szakképzés, az sem árt, hogy 13 éve van egy politikai stabilitás az országban, tehát ha egy vállalatvezető megállapodik egy politikai vezetővel, legközelebb is nagy valószínűséggel vele találkozik, tehát számon kérhető, nem hetente, havonta váltják egymást a politikai vezetők. Ugyanakkor legalább ennyire fontos volt az, hogy az elmúlt 11 néhány évben olyan külpolitikai stratégiát hajtottunk végre, amelynek nyomán a szélrózsa vagy a földrajz mindkét irányába ki tudunk nyúlni, és mindkét irányában beszélő viszonyban vagyunk. Keletre és nyugatra is. És ezt úgy tudtuk elérni, hogy az elmúlt évek külpolitikai stratégiája az nem a beledumálás meg az okoskodás stratégiája volt. Nem akartunk magunkat kinevettetni azzal, hogy egy 10 milliós országként egy 1,5 milliárdos országnak magyarázzuk, hogy hogy kéne élni, hanem szépen magunkkal foglalkoztunk, meg azzal, hogy hogyan építsünk kapcsolatokat, és nem azzal, hogy elmondjuk másoknak, hogy hogyan éljenek. Mert azt se szeretjük, ha nekünk elmondja más, hogy mi hogyan éljünk. A másikok, ami miatt lehetőségünk volt arra, hogy ezt a stratégiát sikerre vigyük, hogy kelet és nyugat találkozási pontja legyünk, az az, hogy még a válságok alatt is, a gazdasági válságok alatt is ragaszkodtunk az eredeti stratégiánkhoz. Ahhoz, hogy Magyarországon egy munkaalapú társadalom legyen. És még a Covid nyomán kialakult gazdasági válságban sem engedtünk azoknak a követeléseknek, amelyek úgy szóltak, hogy az állami forrásokat rakjuk össze, és abból a munkanélkülié váló embereket támogassuk. Mi azt mondtuk, nem. Rakjuk össze az állami forrásokat, és előzzük meg vele a munkanélküliséget. És ugye a munkanélküliségre való pénzköltés helyett a munkanélküliség megelőzését finanszírozzuk. Ugye így jött létre a magyar gazdaság történet egyik legrobosztusabb beruházás ösztönzési programja a Covid alatt, amikor ugye azt mondtuk a vállalatoknak, hogy ha beruháztok, a felét odaadjuk, de nem rúghattok ki senkit. És így Magyarország elérte azt, amit hát nagyon kevesen mások, hogy a Covid után többen dolgoznak Magyarországon, mint dolgoztak a Covid előtt. Azon Covidról beszélünk, amely tömeges gyárbezárásokhoz és tömeges munkanélküliséghez és leépítésekhez vezetett.
800 milliárd forintnyi beruházás jött létre, 800 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Covid alatt ennek a programnak köszönhetően. 304 milliárd forintot adtunk a vállalatoknak, 1159-nek összesen, és 253 ezer munkahelyet sikerült így megmenteni. És ugyanezt a taktikát követtük a háború nyomán kialakult válság kapcsán is, mert itt mi volt a lényeg? Az energiárak elszabadultak. Azt nem tudtuk megcsinálni, hogy kifizetjük a vállalatok energiaszámláját, mert olyan nincs. De azt mondtuk nekik, hogy segítünk nektek abban, hogy váljatok függetlenebbé, vagy kevéssé kiszolgáltatottá az energiapiacnak és az energiáraknak. És ugye elindítottuk a gyármentő programot, amelynek keretében finanszírozzuk a saját energiatermelési kapacitások létrehozását. 415 milliárd forintnyi vállalati beruházást finanszíroztunk összesen 150 milliárd forinttal, ami majdnem 70 ezer munkahely megvédéséhez vezetett. Na most, akik önök itt vannak, önök közül már többen ismerik azt a beruházás támogatási rendszert, amelynek keretében a beruházási volumen maximum 50%-áig a kormány készpénztámogatást és fejlesztési adókedvezményben megnyilvánuló támogatást biztosít a beruházó vállalatok számára. Sokan, akik itt Nyíregyházán is beruháztak, igénybe vették a kormánynak ezt a támogatási lehetőséget. Szeretném önöknek jelezni, hogy ezen a támogatási rendszeren néhány héttel ezelőtt jelentős változásokat eszközöltünk, amelyek még szélesebbre nyitják azon vállalatok körét, akik élhetnek ezekkel a támogatásokkal. A polgármester úr jelezte, hogy magyar vállalatokat is várnak ide, abba 420 hektárnyi területre, amely a városnak még rendelkezésre áll. Szeretném jelezni, hogy a minimális beruházási értéket megyeszékhelyeken 5, járási székhelyeken szintén 5, minden más településen pedig 3 millió euróra csökkentettük. Tehát azt jelenti, hogy itt Nyíregyházán már egy 5 millió eurós beruházással, a környéken pedig már egy 3 millió eurós beruházással kvalifikálni lehet erre az új beruházási támogatásra. A támogatáshoz kapcsolódó biztosítéki rendszert is kikönnyítettük. Az eddig elvárt 120% helyett 100%-ra csökkentettük úgy, hogy a beruházás monitoring időszaka alatt ez graduálisan csökken. Minél közelebb ér a vállalat a monitoring időszak végéhez, annál kevesebb biztosítékot kell már erre lefoglalva tartania. Emellett pedig egy új kategóriát is megnyitottunk, amelynek keretében, hogyha valaki végrehajt egy kapacitásbővítő vagy technológiafejlesztő beruházást, és annak része egy megújuló energia felhasználásra vonatkozó beruházásrész, akkor ennek a megújuló energia felhasználásra vonatkozó beruházás résznek az 50%-át támogatásként a kormány odaadja, annak érdekében, hogy a nemzetközi energia piac kiszámíthatatlan és észszerűtlen mozgásaitól a lehető leginkább függetleníteni tudják magukat. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy a polgármester úr is elmondta, 2014 óta, amióta ez a típusú beruházás ösztönzési rendszer működik, és amióta a külpolitikai stratégia középpontjában a külgazdasági teljesítmény fokozása áll, azóta 18 nagy beruházás érkezett ide Nyíregyházára a kormány pénzügyi támogatásával. Ezek összességében 1000 milliárd forintnyi beruházást hoztak, majdnem 3 milliárd euró, 8300 új munkahely jött létre, és akár a Samvoda, akár a Dabuscope, akár a Boysen, akár a Lego fejlesztései mindannyiunk számára ismertek. Van viszont egy új jelenség a beruházások területén itt Magyarországon. Ugye a legnagyobb beruházói közösséget a német vállalatok alkotják természetesen, az amerikaiak a másodikak, de 2019 óta már minden évben az adott esztendőben keletről több beruházás jött Magyarországra, mint nyugatról. A 2019 óta vagy a koreai, vagy a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást éves lebontásban, ami azt mutatja, hogy a keleti nyitás politikai stratégiája helyén való és sikeres volt. A tavalyi esztendőben Magyarországra érkező beruházások 48%-a tőlünk keletről, 42%-a tőlünk nyugatról jött, és 10%-ot tettek ki a magyar tulajdonban lévő vállalatok. És itt szeretnék egy pár szót szólni arról, hogy az elektromossá váló autóipar, ugye elektromos akkumulátorokat igényel, ezért az, hogy lesznek elektromos akkumulátorgyárak, az nem kérdés, mert hát le kell gyártani ezeket az akkumulátorokat, a kérdés, ezek hol lesznek.
és innentől kezdve ez egy óriási verseny az országok között. És azért óriási ez a verseny, mert az elsősorban munkahelyvédelemről szól. A helyzet ugyanis az, hogy a tradicionális autóiparnak a visszaszorulásával nem lesz szükség annyi munkahelyre a tradicionális autóiparban, mint eddig. Ugye Magyarországon, ahol az autóipar a feldolgozóipari kibocsátás 32%-át adja, 175 ezer közvetlen munkahelyet tart fönn az autóipar. Ugye az a benchmark, hogy nagyjából 4-jel kell lesz megszorozni, hogy a közvetett munkahelyek száma is kijöjjön, ami akkor mondjuk azt jelenti, hogy 170 közvetlen, 680 ezer közvetett munkahely, ennyiről beszélünk. Tehát a tradicionális autóipar leépülésével ennél jóval kevesebb munkahelyre lesz szükség az autóiparban. Ezért, hogyha nem tudjuk idehozni az elektromos autóiparhoz kapcsolódó beruházásokat, sok százezer magyar ember munkanélkül lesz. Tehát csak szeretném jelezni, hogy aki tiltakozik az elektromos akkumulátorgyárak ellen, az a magyar emberek munkahelyei ellen tiltakozik, és azt akarja, hogy itt Magyarországon néhány éven belül, ahogy alakul át az autóipar, több százezer magyar család megélhetési problémákkal küzdjön. Ez a tét. Ez a tét. És ezért van elementáris erejű verseny. Tehát én jókat szoktam mosolyogni azon, amikor a német külügyminiszter kollega arról beszél, hogy decouplingot kell a német, vagy az európai és a kínai gazdaság között végrehajtani, mert a német vállalatvezetők heti rendszerességgel jelentkeznek nálunk, hogy a kínai beszállítójukat hozzuk ide Magyarországra. És ez így is van rendjén, mert hát anélkül nem tudnak működni. Tehát ezért a jövő néhány évtizedben itt Európában azok az országok lesznek igazán versenyképesek, azok fogják tudni növekedési pályán tartani a gazdaságukat, akik az elektromos akkumulátorgyárakat meg tudják szerezni maguknak. És mi ebből a szempontból jól állunk, ugye a világon a 95. helyen állunk a világ lakosságszám tekintetében a világranglistán, de ma a negyedik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitással rendelkezünk a világon, a negyedikkel. És hogyha végigmennek azok a beruházások, amelyek Debrecenben, itt Nyíregyházán, Iváncsán, Gödön, Ácson zajlanak jelenleg, ez tehát mondjuk 2025 közepéről beszélünk, a másodikak leszünk. És az első helyet csak azért nem célozzuk meg, mert ott Kína van, és irális célokat nem érdemes kitűzni magunk elé, de a Kínán kívüli világ vezetői leszünk az elektromos akkumulátorgyártás tekintetében. Ezért irigyel is minket mindenki. Ezért mindenki minden követ meg fog mozgatni annak érdekében, hogy ne érjünk el sikert minden beruházási versenyben. És mivel nagyon sok külföldi érdek is van amögött, hogy mi itt ne legyünk sikeresek, ezért nagyon sok külföldi inspiráció is fog ide Magyarországra érkezni, arra receptív helyekre, hogy különböző akciókkal ezen akkumulátorgyárak ellen lépjenek fel. Én Győrben születtem, illetve Komáromban születtem, ahol az SK Innovationnek van egy hatalmas akkumulátorgyára. Mindenki mondta, hogy hát a Dunának vége lesz, hát el fogják terelni Kampó, hát akkor a vízigénye. Az SK Innovation egy nap alatt annyi vizet használ fel, mint a Duna vízhozama 5 másodperc alatt. Győrben nevelkedtem, ahol akkor, mikor gyerek voltam, akkor kezdték építeni az Audi gyárat. Ha valaki köhögött egyet a városban, az orvosi diagnózis az volt, hogy felverték a port az építkezésnél, már most káros anyagok vannak a levegőben, bár még gyár nincsen, ezért ez biztos egy légúti megbetegedés, nem szabad fölépíteni az Audi gyárat. Ma mindenki büszke arra, hogy a világ legnagyobb autóipari motorgyára Győrben van, és nem tudom, mire alapoznák a város fejlődését, ha nem lenne ott Magyarország legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalata. És ugyanígy igaz ez most is, én kb. 4-5 kilométerre lakom a Samsung SDI Gödi gyárától, és el tudtam fogadni ezt a meghívást. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az nagyon csúnya dolog. Az nagyon csúnya dolog, hogy az embereknek az újtól való legitim tartására, félelmére félrevezető kampányokat építenek rá. És kihasználják azt, hogy az emberek tartanak mindig az újtól, nyilván tartanak attól, hogyha az az új hozzájuk közel van, mert mindenkinek a saját otthona és a saját egészsége a legfontosabb, de ilyenkor nem félrevezetni kell az embereket, nem kihasználni azt, hogy nem rendelkezik mindenki alapvető kémiai ismeretekkel, hanem az igazat kell nekik mondani, hogy ezek a gyárak, amikor épülnek, a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat kell, hogy betartsák, mint minden épülő gyár itt Magyarországon, tehát senkinek nem kell aggódnia a környezete vagy az egészsége miatt, aki adott esetben közelebb lakik egy elektromos akkumulátor gyárhoz. Végezetül pedig csak azt szeretném mondani, hogy mivel ez a beruházási verseny folytatódik, ezért itt a legalapvetőbb feltétel a sikerhez az, hogy legyen hely. Most a Nyíregyházán szerencsére van, még 420 hektárnyi, ezt Istvánnal igyekszünk majd betölteni minél gyorsabban. Az ehhez szükséges fejlesztéseket természetesen a kormány mindig is támogatta, és mindig is támogatni fogja.
Szeretném önöknek mondani, hogy 2020 óta, nincs régen, tehát mondjuk az elmúlt 3 évben 192 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásról döntöttünk Nyíregyháza javára azon fejlesztésekhez, amelyek szükségesek voltak az ipari park működéséhez, illetve ahhoz, hogy ide beruházókat tudjunk vonzani, és a Feri belső úttá tudja tenni az autópályát. Tehát ez 192 milliárd forintba került, de egyelőre azt gondolom, hogy megérte, és a jövőben is természetesen minden szükséges a beruházás ösztönzés, vagy beruházás vonzó képesség javításához szükséges pénzügyi forrást a város rendelkezésére fogunk bocsátani, egész egyszerűen azért, mert a magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb eredményének az elmúlt 11 néhány évből azt tartom, hogy a keleti országrész a beruházás vonzó képesség tekintetében utolérte a nyugatit. És ez néhány évvel ezelőtt még egy teljesen irreális célkitűzésnek hangzott, vagy hangzott volna. Kedves nézőink, ez volt ma a 35 perc. Legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket, akkor a turizmus vendéglátás idei szezonját értékeljük. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!